kazán. Gyerünk, Spici, gyerünk, tojjon! Nyeroljunk! Folyamán azt mondtad, hogy a mumus napon már túl vagy. Hogy sikerült a mai napod? Hát inkább a mumus versenyen most már túl vagyunk, ezt mondom. Hát vegyes érzelmekkel tudok erről beszélni. Nagyon-nagyon mentünk a mai nap. Láttuk, hogy reálisan körülbelül a negyedik hely az, amit meg tudunk célozni. Irreálisan a harmadik, hát nyilván az irreálisat választottuk. Nem sokon múlott, hogy a TV2-t nem tudtuk elkapni. Egy gyors még hiányzott volna, akkor talán. Sikerült rajta ki 59 másodpercet hozni, az iszonyatosan jó dolog. Nagyon jó időket tudtunk autózni, nagyon gyorsan mentünk, rengeteget kockáztattunk. Hát negyedikek lettünk, ennyivel gazdagabbak vagyunk, azért nem nulla ponttal megyünk haza. Ha ennek a tükrében nézem, akkor végül is a végkifejlete nem rossz a versenynek. Ha összességében nézem, akkor viszont borzasztóan szomorúak vagyunk, meg elkeseredettek, hisz nem ezért jöttünk, de technikai sport révén ebbe bele kell nyugodjunk, hogy igenis vannak kudarcok, és ezt meg is kell tudni élni. Némiképp úgymond ellent mondani fogok annak, amit mondtál, hiszen ha belegondolunk abba, hogy tavaly az Eger Rallyn egy második helyen nyitottál, utána pedig egy nulla pontos Miskolc Rally következett, utána pedig a bajnokságnak a hátralévő részében sikerült az autóval úgy teljesíteni, hogy a csapat is elvárta. Ahhoz képest ez nem egy rossz évkezdet, hiszen egy futamgyőzelmet követően ez a negyedik hely azért úgy gondolom, hogy bőségesen hoz pontot a konyhára. Nem, abszolút így van, hogy ha higgadtan és érzelemmentesen tud az ember, amit ilyenkor nagyon nehéz gondolkodni, akkor nyilván én is ezt ugyanígy végig gondoltam, és azt mondtam, hogy jobban állunk, mint tavaly év elején. De ha mondjuk csak az első versenyt nézem, hogy ott volt egy első helyünk, és most is lehetett volna akár egy második vagy harmadik, lehet helyette egy negyedik. Lehet innen-onnan értelmezgetni ezt. Én úgy gondolom, hogy meg kell elégednünk, ami jutott és ami járt nekünk. Valamiért ennek így kellett lennie. Majd reméljük a következő versenyen nem így lesz. Következő versennyel kapcsolatban van-e bármilyen információja a csapatnak, vagy neked a kinti szlovákiai három gyorsasági szakaszról? Annyit tudok róla, hogy nagyon jó minőségű az egyik, és nagyon rossz minőségű a másik. Tehát szenzációs pályák állítólag. Nem tudom, nagyon-nagyon várom már, hogy lássam őket, és mehessünk rajtuk. Mivel te ebben az évben több vasat is kézben tartasz, hiszen a magyar rally mellett ott van neked a Ferrari Challenge, mikor indulsz újra Olaszországba? Hát most két futam sajnos ott ki kell maradjon, mert a két következő rally futam üti éppen az imolai és a Le Castelli versenyt. Azon következő futam, azt most pontosan nem tudom dátum szerint megmondani, de ha jól emlékszem, az Valenciában lesz, utána jön Bruno, és az utolsó futam pedig talán Mugello vagy Abu Dhabi, még azt nem döntötték el a szervezők. Hát Valencia lesz szerintem olyan augusztus környékén, az lesz aztán a következő helyszín, ahol ott tudok versenyezni. A hétvégén maradok továbbra is a jól bevált búcsúnál. Go Spici, go hell. Köszönöm szépen. Köszi. Aha. Erik már. Díszlet előtt vagyunk jelenleg, hiszen Miskolc egyik jelképén az Avasi hegy előtt állunk, egy gyönyörű, szép és jól sikerült verseny után. Arra lennék kíváncsi, hogy te a szavaiddal foglald össze, hogy neked mit jelentett ez a hétvége, hogy éreztétek magatokat Andrissal az autóban? Hát számunkra is egy sikeres hétvége volt, az biztos. Azt hiszem, hogy a második nap az még egy picivel jobbra sikerült, mint az első. Habár az első nap a negyedik helyen tudtunk fordulni, és ebből a megtisztelő pozícióból egyet el kellett, hogy engedjünk, és ötödik helyen fejezzük be a versenyt. Azonban azt hiszem, hogy a mérnökkel való rengeteg kommunikáció és próbálgatás eredményeképpen egy nagyon jó kiinduló pontot sikerült eltalálnunk az év további versenyeihez, és egy nagyon jó úton járunk ahhoz, hogy gyorsulni tudjunk, és az autóval gyorsabban tudjunk menni. Úgyhogy azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel most. A következő verseny az tulajdonképpen egy nemzetközi futam, hiszen a magyar-szlovák bajnokság közös futama lesz. Van-e valamilyen információtok a szlovákiai pályákról? Igazából semmi. Régebben volt még Kassa Rally, én azon kétszer mentem, de nem tudom, hogy ezek a pályák most megegyeznek-e azzal, vagy sem. Kimegyünk majd tréningezni, remélem, hogy fel tudunk készülni oda is megfelelően, mint ahogy a Miskolc Rallyra ezt tettük, és akkor
teljes mellszélességgel. Maradjunk annyiban, hogy gratulálok ismételten a teljesítményetekhez. Azt mondtad, hogy találtatok egy jó alapot, akkor azt kívánom nektek a hátralévő, úgymond bajnoki szezonra, hogy ne veszítsétek el a cérnát. Köszönjük szépen! Gyerünk, Krisztián! Futamon. Mennyire volt izgalmas, vagy úgymond kalandmentes ez a miskolci győzelem? Hát izgalmas is volt, és kalandmentes az semmiképpen nem. Első nap volt egy nagyon-nagyon durva megcsúszásunk, ötödikbe vagy 180-nal csapkodtunk az úton a rakacán, az elég veszélyes volt. Ma pedig az utolsó gyorsági, 1 kilométer a célt, az utolsó lassítóra felkapattam szűkre a jobb elejébe, úgyhogy majdnem felborultunk, azt hittem leér a baloldali tükör. De aztán mégis sikerült valahogy kihorgászni. Az autóval nem volt műszaki probléma, igazán eztán annyira nem volt fárasztó, mint az Eger Rally, de azért ez sem volt könnyű. Következik a Salgó-Gemer Rally. Arra lennék kíváncsi, hogy van-e bármilyen információtok a szlovákiai pályákról? Hát olyan komoly információnk az nincsen róla. Amit hallomásból, amit tudunk, azt, hogy lesz nagyon gyors pálya is, lesz nagyon technikás pálya is. Reménykedve várjuk, hogy jobbak lesznek. De mindenféleképpen jobbak lesznek, ha nem is jobbak, mint a magyarok, de újak lesznek, és emiatt ugye mindenféleképpen jobbak. Én nagyon szeretek új pályákon menni. Remélem, hogy addigra kész lesz az autó is úgy, ahogy én szeretném, visszakerül bele az új gátló, kap egy új motort, egy új turbót, egy új sebességváltóházat, amire mindenképp szükség van, mert alig tudjuk beindítani is az autót. Nagyon várom ezt a Salgó Rallyt. Mivel azt mondtad, hogy nagyon várod ezt a Salgó Rallyt, és hogyha a technika is úgy kívánja, akkor újra olyan pozícióba kerülhetsz, mint itt Miskolcon. Sok szerencsét kívánok, és minden folytass ott, ahol most abba hagytad. Köszönöm szépen. Szerencsét, azt ne inkább csak egy kalappal. Krisztián, egy kalappal szeret.